Olcsóban lehet lakást bérelni a budai várban, mint Salgótarjánban, legalábbis a Magyar Nemzet által kiperelt adatok szerint. A lap megtudta, hogy az első kerület polgármesterének volt felesége egy 158 négyzetméteres panorámás lakást mindössze 80 ezer forintért bérel az államtól havonta. A szakértők szerint piaci áron egy ilyen lakás bérleti díja nagyjából 500 000 forint lenne. Ez az az állami tulajdonú ház a dísztéren, amelyben egy 158 négyzetméteres tetőtéri lakást mintegy 80 ezer forintért bérel havonta a kerület polgármestere, Nagy Gábor Tamás volt felesége. Az adatokat a Magyar Nemzet perelte ki a budavári ingatlanfejlesztő és üzemeltető non-profit Kft-től. A lap megtudta azt is, hogy míg a polgármester volt felesége nagyjából 510 forintot fizet négyzetméterenként a panorámás lakásért, ugyanabban az épületben a posta 4000 forintos négyzetméter árat fizet. Ebben az iskolában adott volna át akadálymentesítést segítő eszközöket a budavári polgármester. Itt szerettük volna megkérdezni tőle, hogy mi alapján állapították meg a bérleti díjakat a dísztéri házban, de nem jártunk sikerrel. Hiába vártuk, nem jött, ezért levélben kerestük az önkormányzatot. Azt írták, hogy a hatályos törvény szerint az állami tulajdonú ingatlan bérleti díját a helyi önkormányzat rendelete alapján állapították meg. A posta bérleti díjáról pedig nem a lakások négyzetméter ára, hanem a helyiségekre vonatkozó árak szerint döntöttek. A Híradónak nyilatkozó ingatlan szakértő azt mondta, kifejezetten magasak a piaci bérleti díjak a várban. Négyzetméterenként havonta a bérleti díj 3200-3300, illetve 3400 forint között mozog az átlag. Ez azt jelenti, hogy egy 50 négyzetméteres ingatlan körülbelül 150-160, esetleg 170 ezer forintért bérlik a bérlők. Piaci áron tehát nagyjából 500 000 forintért lehetne kivenni azt a lakást, amit most 80 ezer forintért adnak ki a dísztéren. Balogh László ugyanakkor azt mondta, az önkormányzati bérlakásokra általánosságban igaz, hogy alacsonyabbak a bérleti díjak, de szerinte emögött általában szociális szempontok vannak.